Van. és ott van itt az egyik betörő figyeljétek már én azt, azt hiszem hogy alszok ne szórakozz most nem szabad megmozdulni egyáltalán Sziasztok srácok, én Sajt32 vagyok és egy nagyon-nagyon érdekes sztori játékot hoztam el nektek, ami nem más, mint a The Breaking a Robloxon belül. Én kiválasztottam egy karaktert, ami igazán a kezdőknek szól, mert én még nem játszottam ezzel a játékkal, én kisgyerek lettem, de akkora fejem, mint egy garögrénye nagyjából. A Robloxban úgy tűnik, hogy a felnőtt és a gyerek között konkrétan a fejemnőség az nem nő, egy picit se, csak úgy maga a teste, de nem is ez a lényeg, nagyon sokan ajánlottátok nekem ezt a játékot, hogy breaking és -e, Sajt, breaking -e, saj, break -e, saj, ez az egyik legjobb sztoriát egyszer úgy gondoltam, hogy elhozom nektek a világ legjobb sztori játékát, aztán majd kiderül, hogy nekem egyáltalán tetszik-e, vagy tök kaki. Én most ajándékgyanát hoztam magammal nem egy zacskó chipset, hanem egy nagyon aranyos kis teddy egy ilyen kis aranyos kis cuki, hát nem tudom, hogy mi lesz ebből, de elindult végre a játék. Pácska, megérkeztünk az új házikonkhoz, úgy tűnik, hogy ennyien vagyunk egy nagy család, hát el se hiszem, hát mennyire. Hello, ő nagyon üdvözöllek titeket az új otthonotokba. Szia kapitány, nem tudom, hogy ki beszél hozzánk, de jó napokat kívánok. Vannak erre, hogy a házba, amiket ha megeszünk, visszatölti az energiánkat. Vajon hol lehet a snack elrejtve, át? szerintem a sütő, a sütőben nincsen, ezt nem hiszem el, ezt nem hiszem el, mindenre rá kell kattintani, én bemegyek szerintem ebbe a módba, az hogy kicsikét érdekes, bár olyan alacsony vagyok, hogy besorátok ide a felsőbe, figyeljétek már, kinyitom ezeket, hát ha el van rejtve valami, semmi nincsen elrejtve, át. nem hiszem el, Defenders of Roblox, milyen jó kis festvér, Jailbreaking, hoppá Breaking News lesz 3 perc múlva, miért? Mi a, mi a, jaj. egy kis kaját kéne gyűjteni, itt egy egérjuk, ami nagyon biztató, hogy ekkor egerek járnak itt a házunkban. Nagyon jó, hogy ide költöztünk itt a szülőkkel, nagyon király. Itt a kék szoba, adjatok már valamit enni, hát a éhe hal a karakterem, ha, ha, ha itt a felnőttek azok degeszre eszik magukat, nekem meg nem jut semmi. Egyik gyerek talált egy kulcsot, most veszem észre, nekünk, ó, ő neki van ez meg, Jupika, hova tudunk ezzel menni, én gyorsan bekajáltam, itt a Teddy, szóval el tudunk menni, hogyha valami gond van, hoppácska, ki tudja nyitni az ajtót, ami alul füstöl, azt hogy egy ilyen full sötét szoba, túl dark van, túl sötét van, azt mondja, hogy be tudjunk oda nézni, oké, okay, de én nagyon kíváncsi leszek, hogy mi ez a breaking new, Két perc van a breaking newsig, most tölt a játék. Elkezdett szógni az első, ezt nem hiszem, el üljünk le az asztalra, mindjárt itt lesz a vacsora. Rendicek, komám azt mondja, én leszeretnék ülni, én vagyok az első, aki helyet foglal. Anya, apa, hol a kaja? Korog a nyomrom, és nem fogjuk a sajtot bekedni a fejemről, az biztos. Aki van az ajtónál, be kéne engedni, vagy nem kéne beengedni. Én amúgy nem tudom, hogy miért jöttem el az asztaltól Nekem az a feladatom az, hogy nem menjek el az asztalra, de FTFT-e beengedett valaki. hát a pizzás srác, pizza, Na végre megjött a kaja! Na végre átvettük, úgy vagyok, hogy nem kellett érte fizetni, de elég furán mosolyog, de el is ment, el is tűnt úgy az ajtó. De megvan a kaja! Jupiájé! Kérnék szerencsére! Némelyik pizza nagyobbnak tűnik, figyeljétek, a némelyik szeret nagyobbnak tűnik, mint a másik. Hát én elveszek egyet, kaptam egy szét, mert gyorsan be is tolom, hát ha nem mérkező vagy valami, bár egy harapás hatót tölt fel, hát jó, van, be is nyomtam. Még így se töltötte fel furra az élet előmet. Na mindegy, akkor megyünk vissza a tévéhez, hiszen szerintem 30 másodperc is kezdődik a Breaking News, és tökről villámlik meg minden. Valami történt az árammal, hát ezt nem hiszem, már ennek is baja lett, én szóval gyors, gyorsan leülök ide a tévére, a TV megy egyedül, egyedül úgy, hogy nincsen áram a házba. hát ez hogy lehet, 10 másodperc múlva kezdődik a nagyon durva hírek, a breaking news ugye azt jelenti, hogy az ilyen különös hírek, amit egyből közölni kell. Ó, mindenki leült a tévé előtt, Liza is itt van, Csioli, Obiak, itt van két felnőtt is, aki tud majd ránk vigyázni, na ne, itt van a tévébe. Mi történik? Tiszta pixel az egész, meg itt a macska baloldal. Na mi a gond? Mi a helyzet történik itt a faluban? azt a fi, és be kell zárkoznunk, hiszen mindenhova be akarnak törni. Egy gyors idő aztán, de ugye nem jutom ki, én szépen bezárnám itt az ajtót, jó napokat kívánok, de nincs áram sehol, szerintem gyűjünk össze. Nem, ahogy most már bedtime azon, menni kell lefeküdni. Öcsém, olyan sötét lett itt a játék, hogy nem viszem el. Én nem akarok egyedül aludni, hol az én szobám, Nem hiszem el, ezt nem viszem el, vagy ott az éhelyem, figyeljétek, ott ugye nem fogok egyedül aludni egy szobába, ez az nem áll, csak ketten vagyunk. Hallod? Most halljátok? Ha ez a gyerek itt kilép, egyedül leszek az egész szobába. <laughs> nem már pont én. Van. és ott van, itt az egyik betörő, figyeljétek már én azt hiszem, hogy alszok ne szórakozz, de most nem szabad megmozdulni egyáltalán mert itt van három asztalánával ő fölri a egyből, azt is tudnak kardozni szerintem, hogy szét fogja verni, ezt nem hiszem el ezt nem hiszem el, azzal a kis furkós bottal, vagyis feszítővassal egymást ütögeti, Liza, nem mozdul sehova, én meg sem mozdultam, ha minden igaz, ezt túléltük ezt az éjszakát, ő nem de ő is. És kitült az ablak, ott jöttek be, Pink Room, igen, mi vagyunk a rózsaszín szoba, ez meg volt támadva éjszaka folyamán. Hát ezeket a léceket, hogy le tudjuk pakolni, hogy be tudjuk barikádozni az ablakunkkal. Hát az nagyon-nagyon fontos, hogy az egészet csináljuk meg normálisan. Hát én nagyba hajatok ide, még a saját ágyam körül is csinálok egy kis barikádot, mert így, ha máshol is betörnek, akkor nekünk annyi. Ugye nem csak a mi szobánkat érdemes, meg az ajtót is jól egy kicsikét megerősíteni, de a többieknek is egy kicsikét segítek. Itt ez, ez azért még nem végeztek olyan tökéletes munkát. Hát, öcseim. Hát az itt még be tudnak lógni, hogyha kicsikét soványak itt a rablók. De jó, most már sokkal királya. Te meg már gépezel. Hát ezt nem hiszem -e. Ez már kockul. Meg itt lazsának az, hogy nem tudják az egész házat egyedül bebarikálni. Azt a mekkora kádva. Hát megőrülök. Lemegyek hídba ebbe. Nyolcan elférünk ebbe a kádba. Lehet kakilni. Ne idegesíts. És azt is bebarikádozunk. Az nem olyan jó móka. Nagyon szépen megcsináltuk. Ró, de király munkát végeztünk. Azt mondják, hogy ha az akkor most már nem fognak tudni betörni. Hát én bízok benne, hogy nem fognak tudni most már betörni. fogják odaadni, aki leül az asztalhoz. Hát három darab pizza maradt, azt négyen ülünk az asztalnál, ha mindenik az én még behúztam egy szeletet. Még a macska hajátok el fogja venni. Opika, hopika, én nyertem a pizzát, köszönöm szépen, hogy. És jövök, csak. Szépen az, hogy azért takarót nem ártanám, úgy bevalljuk be az őszintét, Na most csak nem támadnak meg minket. Föl, ott volt Liza még az elvé a vacsoránál velünk. Nem áll, lehet nem ért fel a szobájában, nem nagyon megtámadták. Oh no, Efi efi annyi. Mi történt az éjszaka? Szerintem minden igaz, akkor ezen az ajtón még lehet bent egy rossz fiú, bár ide nem tudtunk lemenni, hogy full sötét van elméletileg, szóval lehet, hogy most se kéne lemenni, de szerintem azt akarja, ú, nagyon, nagyon menőnek tűnik. A minden meg, el kell bújni, most veszem észre, hova kéne elbújni? Ez is egy jó buva, ide jövök, ide jövök, ajaj, ajaj, nem félek be, ez az jó, befértem, inkább elbújtam, de nekem úgy van ilyen macim, ami tökéletes, hiszen tudok változni, szóval most, hogyha mindenik azért ezt tartom a kezembe, ez ki? Ő a főnök a tévéből, tudjátok? Ő mit keresít, nem tudott elszökni? Én nem megyek sehova. Bebújtam ide, Liza itt van veletem. Liza, végy meg, légy szíves. Valóan innen kell jönnie talán, hogyha minden igaz a nagy varázslónak. De ha itt lesz a közel, ott van. Jaj, ne. Ne szórakozz. Iszok egyet, és benyomom újra. Hat másodperc múlva tudom újra benyomni. Jaj, ne. Három. Kettő, egy, és megint, srácok, a láthatatlanság, benyomtam megy fel a padlásra, vagy az emeletre, vagy mi folyik itt? Itt áll. Én láthatatlan vagyok. Megy föl itt megy, figyeljétek, oldalt a nagy varázsló. Már egy néhányan itt vagyunk, szóval ha minden jól vagy, azt az egy biztonságos helyre mondható, még a macska is lejött. Hát ez aztán mennyire durva. Itt van egy fegyó. Hopp, én kérek elnézést, hát én ezt a fegyvert kérem. Azért. Ezzel már tudunk szurkálni rendesen, ezt meg tudom védeni itt a többieket. Bár a macim is teljesen jól működik, de hova kéne menni? Van alma, de nekem fullos most a hp -e a karakteremnek. Szerintem itt is valahol el kéne bújni. Azta! Oh, vannak itt fegyók, de nekem azért... Megszúrom a macskát. Kezembe tartom, 6 másodperc. Liza! <laughs> ne már, és itt a rabló. Jó, én benyomtam a láthatatlanságot. Védj meg minket, komám. Védj meg minket. Én csak szépen menekülök kardozok az egész csapat ellen, de olyan erős ez a fegyvere, mint az álszol, le tudom a betörőket simán verni, egy pofont neki azt annyi, figyeljétek, én megvédem az egész családot, de bár az ilyen ember előtt nem biztos, hogy meg tudom védeni. Azt a jött be még egy rabló, ezek alig én egyedül többet tudtam lekardozni, mint ezek ennyien. Ajaj, és nincs nem kaja. Gyorsan egy almát fölkapok azt, hogy meg tudja menni. Jó napokat kéne ez az alma, jó van, begyomtam gyorsan. Most már nehogy ne szórakozz, ketten, ketten vagyunk, ne, nem, vagyunk még ellene. Ez az, jó. Ez az, de megint egy ember. Low energy van, és megint engem támad. De próbálom ütögetni, az a gond ugyanúgy sebez engem minden egyes ütéssel. De védjetek már meg, hát mi van veletek? Hát nehogy már csak engem üssön. ha de még egy csapattárs jön. Nem védenek meg a többiek. Próbálok futni, vagy alma. Benyomok megint egy almát gyorsan. Jó, láthatatlan... Ó, oh, te, elrontottam a láthatatlansági szérumot. De mindegy, gyorsan benyomtam még egy almát. Ez nagyon olyan három ütéstől úgy megvéd, Azt a... Egyedül maradtam. Egyedül maradtam. Hát ez bukós csak. Ez, ez bukós is csak, srácok. Ezt nem hiszem el. A házba szól, úgy nagyjából megnyertük a játékot. Én nagyon-nagyon remélem, hogy élveztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor légy szíves, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára. Ha szeretnétek ajánlani nekem story játékokat, ha én azt nagyon nagy szeretettel várom a kommentek között. Hiszen most hogy nem találok olyan nagyon sok story jellegű játékot. Ha tudtok jót, és nektek tetszik, akkor én megcsinálok róla egy videót. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem a kövi videóban. Tali, lájkoljatok, és iratkozzatok fel a csengő megnyomásával.